Észrevettétek, hogy a világunk tele van internet trilliómosokkal, akiknek valójában annyi pénzük sincs, hogy kifizessék a múlt havi számláikat. A képmutatás ezen formája szinte normálisnak tűnhet, hiszen más emberek elismerése jó érzéssel tölt el bennünket. Azonban ez a játék valójában egy égtelen nagy csapdát rejt magában. Aki többet akar mutatni, mint amennyi valójában, az előbb-utóbb szenvedni fog emiatt. Ezért elsősorban a médiát lehet okolni, hiszen ha valaki kitűnik valamiben, akár csak egy kicsit is, rögtön szupersztárként mutatják be ország világ előtt. Ezzel mindössze azonban két dolgot érnek el. Az első az, hogy az a szupersztár visszatér a régi életéhez, és rájön, hogy már semmi sem olyan, mint régen. Hiszen megtapasztalta, milyen az, amikor az emberek tömege elismeri őt, a képességét, a teljesítményét, s ami azelőtt egy hobbi, netán egy szenvedély volt, mostanra rögeszmévé válik. Nem azért fog bármit is tenni, mert szereti, élvezi és csinálni akarja, hanem mert vágyódik az újabb és újabb elismerésre. És a második az, hogy azok az emberek, akik példát vesznek a felmagasztalt szupersztárról, ők maguk is elindulnak ezen az úton. Ha neki sikerült, nekem is sikerülhet. És elkezdik hajszolni a sikert, a hírnevet, az elismerést. Ez az út viszont a legtöbb ember számára egyenesen a pokolba vezet. A siker, mint fogalom, nagyon félre van értelmezve a legtöbb ember fejében, hiszen összekeverjük a hírnévvel és a vagyonnal. Miközben a siker semmi több, mint egy ember, aki azt teszi, amit tenni szeretne. Aki úgy él, ahogyan élni szeretne. Szabadon és boldogan. Nem kell hozzá több milliárdos bankszámla, luxusautó vagy 9 hálószobás villa a spanyol rivierán. Úgyhogy ha a sikerről van szó, innen kell kezdenünk. Hogyan szeretnénk élni? Mi az, ami boldoggá tesz bennünket? És nagyon fontos, hogy ne essünk tévhitbe. A boldogságot nem lehet pénzen megvenni. Máshol kell azt keresni. A csavar a dologban ott van, hogy mindaddig nem lehetünk sikeresek, amíg nem találjuk meg a boldogságot. Mégis rengetegen a sikert hajszolják, miközben minden, amire szükségük van, ott van, az orruk előtt. Új autót vesznek, fizetésemelését harcolnak, vállalkozásokat indítanak, építik a nagy házat, befektetésekbe kezdenek. Közben az idő telik. A gyerekek magukban cseperednek fel, a házastársuk pedig megunja a várakozást, és továbbáll. És ott állunk majd milliókkal a bankszámlán, de tök egyedül. Az üresen kongó 9 szobás házunkban. Nem leszünk boldogok. És bár úgy tűnik, egyáltalán nem fogjuk sikeresnek érezni magunkat. Úgyhogy azt kívánom neked, ne hajszold a sikert. Inkább találd meg a boldogságodat. S talán arra is ráébredsz a végén, hogy egyúttal sikeres is lettél. Sikert és boldogságot!